Los Angelesből autóval folytattuk tovább az utunkat Arizona felé. A terv a következő volt. Egy teljes napot levezetünk, és Williamsnél megállunk éjszakára, majd másnap irány a Grand Canyon. Útközben betáraztunk kajákkal és scuba snackkel, és már folytattuk is az utat. Mivel akkor még nem voltam tapasztalt sofőr, így nagyrészt útitársam vezetett, de néha az autópályáról átmentünk a 66-os útra, ahol én is nyugodtan vezethettem. Automata kocsi, hosszú egyenes út, ez még nekem is ment. Estére meg is érkeztünk az előre kiválasztott éjszakázós helyünkre, amilyen autós, kamionos pihenőhely volt, és az autóban aludtunk. Éjszakára jól lehűlt a levegő, nem is tudtam elég réteget felkapni, hogy az elég legyen. Másnap folytattuk utunkat, ekkor már a sivatagos kipusztult terepet fokozatosan felváltották a zöld erdők. Could be larger than life, bigger than the world, living out hopes and dreams. Útközben egy jó pofa Frédi Bénis kemping mellett is elmentünk. Miután megérkeztünk a Grand Canyonhoz, leparkoltunk és busszal jártuk be a hatalmas víznyelőt. It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than
Miután mi is készítettünk sablonos képeket, mint mindenki más, visszatértünk az állomásra, ahol már a sütiszöny kereste következő áldozatát. Visszafelé kerültünk még egyet Williamsben. Ezután a GPS-t Nevada felé irányítottuk.